Sziasztok! Folytassuk is tovább a raktározási menedzsmentet a hatodik résszel. Ismertesse az automatikus áruazonosítás és árukövetés GS1 szervezet által kidolgozott szabványait. Sorolja fel a GS1 azonosító rendszerek fajtáit. Kulcszerek és fogalmak, amik ebbe a tételbe kelleni fognak nekünk. Az áruazonosítás és nyomonkövetés követelménye, a GS1 szervezet létrejötte tevékenysége és szervezete. A GS1 áruazonosító és nyomonkövető követő szabványai. Vonalkódos azonosítás, elektronikus üzleti üzenetek, globális adat szinkronizációs környezet, EPC Global rádiófrekvenciás Nyomonkövetés, a GS1 azonosító rendszer fajtái. Akkor kezdjünk is bele ebbe a tételbe az azonosító a vizsgálat a szemlélőben valamely ismert dologként képzi le, azaz összeköti a látottat a tudatunkban található ismeretekkel. Az áru azonosítás szerepe is éppen ez. Egy adott termék teljes körű beazonosítására szolgál. Annak összes jellemzőjének megadása nélkül. Használatával idő, pénz, fáradtság takarítható meg. Az áruk azonosítására az idők során többféle módon történt kísérlet. Talán a legelső és legegyszerűbb a hagyományos árurendszerezés szerinti csoportosítás, amikor valamilyen jellemző például felhasználási cél vagy származási hely szerint csoportosítjuk, azonosítjuk a termékeket például festékáról, húsáról, kínai tea. Azonban az anyagáramlási folyamatokban a logisztikai rendszerek fejlődésével létrejöttek az úgynevezett kód típusú árurendszerek. A több millió cikkelemből álló árutömeg nyilvántartásához szükséges, hogy egy adott áru csak egyet lehelyre legyen besorolható. A raktárba érkezve azonnal a helyére kerüljön, eladása pedig a nyilvántartásban is pillanatszerűen nyomon követhető legyen. Ezért az új rendszerek már nem áruismereti elvek szerint csoportosítanak, hanem kódolnak. Vonalkód kód például. A kódolás valamely információ kifejezése egyezményes jelekkel, melyek rövidebbek, egyértelműek, szabványalapúak, alapúak, melyen nagy leegyszerűsíthető és lerövidíthető az információcsere. Az áru azonosító rendszerek feladata, hogy a termék vagy küldemény szinten megvalósuljanak. Az egyértelmű meghatározás mindenkinek, tehát azonosítás. Az azonosító beolvasása emberi tényező nélkül valósul meg. Egységesen elfogadott szabvány, gyors és pontos azonosítás. A teljes vállalati és logisztikai láncban alkalmazva tehát in integrálva van. Az automatikus és integrált azonosító rendszerek alapvető funkciói és használatuk eredménye a logisztikai teljesítmények növekedését eredményezi. Azáltal, hogy nagy mértékű hatékonyság növekedés tapasztalható a készletnyilvántartás, az áruazonosítás a termékek, termékek nyomon követése területén. Ez által javul az ellátási lánc teljesítménye, mert lehetővé teszi az egységes áruazonosítási nyomonkövetési rendszert a logisztikai lánc teljes vertikumában. Az integrált és automatikus áruazonosítás alkalmazásával a fentiak alapján hosszabb távon jelentős költségcsökkentés érhető el, aminek a következtében a vállalatok profi, profitja ugyan növekszik. Az ágóazonosítási szabványok keretrendszert biztosítanak, amik lehetővé teszik a termékek, szolgáltatások és a róluk szóló információk hatékony és biztonságos mozgatását. Automatikus áruazonosítás típusai Kezdjük is, ami itt van a képen, amit eddig is láthattok. Ez nem más, mint a vonalkódos azonosítás. A vonalkódos azonosítás a legolcsóbb és legelterjedtebb áruazonosítási rendszer. Változatos, feladatnak is megfelelő azonosítás biztosít. Széles felhasználási kör a kereskedelemtől a leltározási könnyen kombinálható más azonosítási módokkal. A vonalkód közvetlen célja egyértelműen és szabványosan jelölni, biztosítani a gyors árumozgatást és a pontos adminisztrációt. Közvetett célja a vevők színvonalasabb kiszolgálása, rugalmasság és hozzáadott érték. A vonalkód technikai előnye, hogy megbízható a pénztárgép gyorsasága miatt ö, megnövekszik az átbocsájtó képessége, pontos lesz a pénztári munka, készlet szinte percre kész lehet áll egyszerű árváltoztatás és az utánrendelés automatikussá tehető akkor most elmagyarázom nektek röviden, hogy mit, mit is jelent ez. Tehát ugye mi megveszük azt a terméket, ami ugye a vonalkod alapján be van azonosítva, Ö, pénztáros vagy mi az önkiszolgálók, aztán ezt a terméket leolvasunk, annál közben a rendszer tudja, hogy azt a terméket már kivitték. Tehát automatikusan számolja, hogy mennyi van még a raktárban, vagy a készleten, és így Persze után lehet az után rendelni, tehát automatikusan a rendszer észlő, hogy ebből az áruból már kevesebb van, tehát biztonsági szint felé közeledik az áru, és ezért automatikusan után rendel ez a rendszer. Illetve a leeltározás is könnyebb ez, mert tudják, hogy mennyit vittek ki. Másrészt meg ugye gyorsabb is így, csak lehúzzuk a vonalkódot és megyünk is tovább, füzetünk azt. Megy tovább a napunk. Na, csak ennyit szerettem volna így hozzáfűzni, hogy jobban megértsük, de menjünk is tovább a következő áru azonosítási módra. És az nem más, mint a rádiófrekvenciás azonosítás. Más néven RFID azonosítási rendszer. A hosszútól, ugye a mikrohullámú rádiófrekvenciákat kihasználó azonosítási mód, mely hatótávolsága az alkalmazott rádiófrekvenciától függ. A rendszer áll egy adatolvasó berendezésből és egy transporterből, tehát egy mini atűr adóegységből más néven, mely az adáshoz szükséges energiát nyerheti az adatleolvasó egység által kibocsájtott energiából, tehát ez egy passzív energia, vagy beépített saját energiaforrásból, tehát egy aktív energiából, minden RFID címke egyedi kódot tartalmaz. Így minden felcímkézett eszköz egyedileg azonosítható. Az információk továbbítása rádióhullámokkal történik. A leolvasáshoz ö, ugye nincs szükség fizikai rálátásra, vagy emberi beavatkozásra. Az olvasó környezetében ugye sok címke egyidejű és azonnali leolvasását teszi lehetővé. Az RFID címke nagy mennyiségű információt tartalmaz, amelyek aktualizálható. Az RFID címkék időt állók, míg megjelenési formájuk sokoldalú. oldalú. Matrica, a kártya vagy a csomagolásba szervesen integrált miniatűr csip, ugye, Le is lehet. Ám előállítások egyelőre még ugye viszonylag drága, ezért nem is alkalmazzák a boltba. Ezért alkalmazzák a boltba a vonalkódot. Ma az egyszerű rányomtatják, és kész. Na de, de hogyha csippet tennének rá, mondjuk annyiból előnyösebb lenne tényleg ez a csip, bepakolunk mindent a kosárba, elhagyjuk a kasszát, és akkor már az összes termék, amit betettünk a kosarunkba, azt már le is olvast, és akár már fizethetünk is. Tehát ennek a rendszernek az az előnye, hogy nem kell egyesével kipakolni, hanem egybe az egészet, és kész, amit amit leolvas, azt egybele is olvassa. De térünk is rá akkor ennek, amit eddig is mondtam, tehát a rándiofrekvenciás azonosítás előnyeire, ugye a vonalkódos azonosításra szemben. Hasonlítsuk össze ezt a kettőt, hogyha már itt vagyunk. Tehát az információt, hordozó címkét és a leolvasónak nem kell ugye látni. Tehát amit mondtam, hogy a vonalkódot azt látni kell de ezt az RFID címkét, tehát a rádiófrekvenciás címkét nem kell látni. Így akár a csomagoláson belül is elhelyezhető. Nagy fokú védelem a hamisítással és az eltulajdonítással szemben. És pillanat vissza is meg. Tehát nagyobb információ tartalommal is bír. És ugye egyeni azonosíthatóság és nyomon követhetősége van ennek a rfid nek és ugye több terméket is lehet együttesen kezelni. És igazából ennek a technológia széles körű alkalmazásának elterjedését eddig számos tényező, köztük a rendszer kiépítésének költségei, illetve egy globálisan használható és elfogadott, azonosítási szabvány hiánya gátolja még. Ezek a tényezők fokozatosan felszámolásra kerülnek, és kijelenthető, hogy a jövő áru azonosítási technikája a rádiófrekvenciás azonosítás. Az elkövetkező időszakra még az lesz a jellemző, hogy a vonalkódos és a rádiófrekvenciás azonosítás egymás mellett fog létezni. Az RFID mellett szól a programozhatóság, illetve újra programozhatóság, és különböző anyagokon keresztül olvashatóság. Hátrányai közé tartozik ugye a címkék és a hardverek, szükséges programoknak még ugye magas a üzemelési költsége. Meg maga az RFID miniatűr chip is meg jelenleg drága. Ezért alkalmazzák még mindig a boltokba a vonalkodot. Azon felül még van itt nekünk mágneskártyás azonosítási rendszerünk, egy hangosunk is, meg egy csípkártyásunk is. Ezekről rövid mondatban gyors beszélek egy pár szót. Tehát a mágneskártyás egy plastik kártyán elhelyezett mágnesezhető csík tartalmazza az információt. Ilyen például a bankkártyánk. Mindenki látott már bankkártyát, de mindjárt mutatok is nektek egyet, hogy itt láthatjuk ezt a bankkártyát. előbb, egy elhelyezett mágneseshető csík van. De hát térünk is rá az ultrahangosra, ugye a termékről visszaveredő ultrahangot érzékeli. Illetve van még a chipkártyás is. Más néven smart card, például a bankkártyák egy típusa ilyen, tehát ez az érintős. Más néven. Egyébként a mai bankkártyák ilyenek, hogy érintősek. Oda érintjük és kész. Még le se kell húzni. Na de térjünk is rá a GSI szabványokra. Vonalkód, ugye elektronikus üzleti üzenetek, globális adatszinkronizációs környezet, elektronikus termékkód. Az áru azonosításhoz tehát kell az azonosításhoz használt technológia, adathordozó és leolvasó rendszer valamint az alkalmazott kódrendszer. A termékek azonosítására többféle rendszer is kialakult az évek folyamán, de szükség volt egy nemzetközi szinten egységesített kódrendszerre is. Az amerikai UCC, tehát Uniform Code Council, tehát egységes Kódolási tanács, és az európai EAN, tehát European Article Numbering Association szervezetek egyaránt azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy közös üzleti nyelvet hozzanak létre a piac valamennyi részvevője számára. Szabványok létrehozásával és ugye működtetésével egy. Magyarán egy közös adatbázist. Az EON és a UCC 1996-ban nyilvánosságra hozta, egyesülésének terveit, amely a UCC és az EON tagvállalatai és felhasználói számára lehetővé teszi a rendszer akadálytalan, globális szintű alkalmazását. Ezáltal létrejött az elosztási láncok minden pontját támogató világszintű nyomonkövetési rendszer. 2003-ban hivatalosan is összeolvadt két rendszer, az EON kötője UCC néven, amely 2005-től GS1 néven működik. Tehát 2005-től van ez a GS1 szabvány. Tehát az Elon, Európában, Amerikában, meg a UCC egybeolvadt, és lett belőle a GS1. Röviden, ennyi. Tehát a UCC és az Elon összeolvadásából jött létre, az az egységes. Szabványosítás más néven a GS1 rendszer vagy szabvány. GS1 rendszer felépítése a logisztikai információs rendszerekben a teljes ellátási lánc működéséhez szükséges olyan szabványosított kommunikációs eszközrendszer használata, mely az ellátási lánc minden szereplője számára azonos módon értelmezhető. A GS1 egy nemzetközi szervezet, több mint 30 éve működik. Itt ugye megint el kell mondani, hogy az EAN és a UCC egyesüléséből jött létre. Több mint 140 ország és több mint 1 millió vállalata tagja ennek. A GS1 rendszernek négy fő területe van. Tehát a globális szabványok tervék azonosításához úgynevezett GS1 bárkódokat használ. Ez a vonalkód alkalmazását jelenti. A vonalkód különböző vastagságú vonalakból, mindjárt mutatok is nektek egyet, tehát a vonalkód különböző vastagságú vonalakból és közökből álló jelkép, mely lehetővé teszi az általa adatok automatikus leolvasását. Ez a termék azonosítás, melynek során az értékesítésre szánt termék kap egy számot, tehát egy GTIN számot, mely azonosítja és megkülönbözteti minden más árutól. A legolcsóbb és áru áruazonosítási rendszer. Változatos, a feladatnak megfelelő azonosítás biztosít, széles felhasználási kör Kereskedelemtől a lehetározásig könnyen kombinálható más azonosítási módokkal. A vonalkód közvetlen célja egyértelműen és szabványosan jelölni, biztosítani a gyors áramozgatást és a pontos adminisztrációt. Közvetett célja a vevők színvonalasabb kiszolgálása. A technikai előnyei közé tartozik, hogy megbízható pénztárgép gyorsasága miatt megnöveszik az átbocsájtó képesség, pontos lesz a pénztárgép munkája, vagy a pénztári munka. Kész lesz szinte percre kész leltár, ugye egyszerű elváltoztatás átvezetése és az utárendelés automatikusan tehető. Erről egyébként már beszéltünk is. A kereskedelmi egységeket, például egy üvegliteres szénsabmentes Szentkirályi Szent, -Király, Szent Ásványvíz, GTIN13, vagy gti 8 azonosítós számmal azonosítunk. A számsor a teljes ellátási láncban azonosítja a termékféleséget. A gti 8, a 8-at ugye akkor alkalmazzák, ha a terméken nem áll rendelkezésre elég hely a hosszabb azonosítási szám feltüntetésére. Ezeken kívül beszélhetünk GTI-14-ről, GTI-128-ról is. Tehát az a, az a fő, hogy itt láthatjuk ezen a vonalkódon. Tehát az első három hogy az országjel, ugye az a má, utána lévő kettő egy a vállalati azonosító, utána jön a termék azonosító, és az utolsó szám, amit láthatunk, csak egy ellenőrző karakter. Itt láthatjuk a szemünk előtt a gt 8 ot és a 13-at. De nézzük is meg most a gt 13 felépítését. A gs egy fő központja, amely Brüsszelben található, adja a tagországoknak az országazonosító kódját. Magyarországi ugye 599-es kód, ezt ugye meg is beszéltük az előbb. A tagországban működik az alközpont, központ, ez adja a cégek azonosító számát, a cég azonosítót. Ennek segítségével egyértelmű azonosítható a márka tulajdonos, például gyártó. A következő két vagy három jegyű szám az áru azonosítására szolgál. Az utolsó, egy ellenőrző szám, ugye nincs jelentéstartalma. Na de most már itt vagyunk, akkor nézzük meg ezt a gt 13 13 tehát a gt 13 elé egy szám kerül, amely a kód formájában megmondja, hogy a gyűjtőcsomagolásban mennyi gt 13 van. Raklapos árunál 16 számból álló azonosító számot használunk. Tehát a gt 13 ot itt találjuk. Megmondja, hogy egy ilyen pak, amiben be van csomagolva a sok termék, mint például ásványvíznél, mit tudom én, 6. 6 van, és akkor mondjuk az eleje az 6-os itt, ott egy hatos szám szerepel. Itt láthatjuk a gt 14-et. Magunk előtt. Ilyet van, van még egy gt 128-unk is, azt mindjárt bevágom ide a képet, és akkor beszélek hol a néhány mondatot. Nos, akkor itt láthatjuk a gt 128-at kiegészítő adatokat is tartalmaz, mint, például a gyártási tételszám, termékcsomagolásának napja, fogyaszthatósági időgyártási szám, nettó tömeggyártási tételszám. Szabványok az elektronikus üzenetekhez, ugye GS1 Ecom. A GS1 Ecom szabványok üzenet üzenetszabványokat ugye tartalmaznak elektronikus üzenetekhez. Az elektronikus üzenetek az üzleti ügyfelek közötti kommunikációt vagy biztosítják, ugye a gyors és hatékony adatcserét is. Alkalmazásukkal a kapcsolt számítógépek között valósult meg az üzleti dokumentumoknál megkövetett biztonság mellett. Annak érdekében, hogy ez egyaránt alkalmazható legyen a legkülönbözőbb partnerek között, szükséges, hogy a kommunikációhoz szabványosított üzenetformátumok álljanak rendelkezésre. A legáltalánosabban használt elektronikus kommunikáció az EDI. EDI. Bocsánat. Tehát a, az elektronikus adatcsere alkalmazása számos előnyel jár. Az adminisztrációs költségek nagy hányada megtakarítható, ez lemérhető a munkaidő megtakarításában, valamint a papír alapú dokumentumok beszerzésének feleslegessé válásában. Az EDI lerövidít az adásvételhez kötődő szállítási időt, és a számla kiállításától a kivisziateiséig terjedő időt is. Az EDI biztosítja a partnerek között a gyors, adott határidőre pontosan megvalósuló információáramlást és pontosabb hátvitelt. Rugalmas, gyors reagálást tesz lehetővé a folyamat minden eleménél. A GS1 GDRS en ugye minden vállalkozásnak van egy adatbázisa feltöltve azoknak a termékeknek az adataival, amelyeket az adott cég gyárt, értékesít vagy ugye vásárol. Ezek az adatbázisok katalógusonként funkcionálnak, amelyek alapján a vevők megrendeléseket készítenek. A problémák akkor jelentkeznek, amikor a katalógusban módosítani kell akár csak a legkisebb információt is, vagy egy új terméket kell felvenni hirtelen. És így a katalógus már nem a legaktuálisabb információkat tartalmazza. Ezen probléma megoldásában segít a GS1 GDSN rendszere. A GDSN hálózat egy automatikus szabványokon alapuló globális környezet, amely biztosítja a folyamatos és biztonságos adatszinkronizációt. Lehetővé téve így az üzleti partnerek számára, hogy rendszeréjékben az árukról mindig naprakész adatok szerepeljenek. A törzsadatok a GDSN rendszeren keresztül történő továbbításával lehetővé válik, hogy a szállító cégeknek mindössze egyetlen helyen lehet, legyen szükséges termékeik törzsatotaikat kezelni. Az összes a hálózat használatára felhalmozott üzleti partnerük ugyanazokat a megszokott adatokat láthatja és használhatja, sőt saját üzleti rendszerébe is integrálhatja az így kapott szabványos adatokat. A mindennapos kereskedelmi tevékenységek során az információk pontosabb, és hatékonyabb kezeléseig egy jelentős költségmegtakarítást eredményezhet. Az adatok folyamatos harmonizálása és szinkronizálása lehetővé teszi, illetve megkönnyíti a globális kereskedelmet, növeli a partnerek közötti kommunikáció pontosságát és csökkenti az ellátási lánc költségeit. Módszerek az áruazonosításra és nyomonkövetésre. GS1 GTIN, GS1 GLN, GS1 SCC, GS1 GDS-en, műholdas nyomonkövetés, GTIN GDS-en, az előző pontokban szerepelnek ugye a GLN. A GS1 Magyarország kétféle GLN számot különböztet meg egymástól. A jogalanyokat ö, gazdálkozó szervezetek, például egyéni vállalkozók, természetes személyek azonosító, ja, tehát a GLN globális szervezet azonosító számot kapnak, valamint fizikai helyeket, telephely, raktár, illetve a jogalanyok virtuális egységeit azonosító g jelen globális helyazonosító számot is kapnak. A szervezet azonosító száma cégek vagy magánszemélyek adatbázisban lévő általuk megadott adatainak elérését teszi lehetővé. Nemzetközi és hazai szinten egyaránt, ugye? cégnév, név, név székhely, lakcím, adószám, adó, adó címe, telefon és fakszámok. Kulcsként szolgál az adatbázisokhoz, és egységes alkalmazhatóságával biztosítja az elektronikus kommunikáció hatékonyságát, akár az üzleti szférában, akár az államigazgatási területen egyaránt. A JLN számregisztrációra során a GS1 Magyarország egy olyan szervezet azonosítót ad, tehát GLN számot ad ki, amely a vállalkozást, mint gazdálkodó egységet, illetve állami gazgatási költségvetési intézményt azonosítja be. Amennyiben a vállalkozás további helyeket, például telephelyeket, aktárokat, üzleteket, földrajzi helyeket, a hulladék kezelésének fizikai helyét kíván GLN számmal beazonosítani, Különböző hosszúságú, C prefixeket igényelhet a GS1 Magyarországtól, az azonosítási feladat elvégzéséhez. Az így létrehozott helyazonosító GLN számot vagy számok láncolására kerülnek, a vállalkozás szervez szervezet azonosító ellen számához. Beszéljünk is kicsit akkor, ha már, ha itt vagyunk a GS1 SSCC-ről a logisztikai egység egyértelmű egyedi azonosítására és nyomon követésére, az SSCC számtárt Serial Shipping Container Code szállítási egység sorszámkód használható. A logisztikai egység vagy más néven szállítási egység olyan, egy olyan tetszőleges összeállítású egység, amelyet szállítás és ö, raktározás céljára, céljára állítottak össze és hoztak létre, és amelyeket az ellátási lánzban használtak fel. Az SSCC számot közvetlenül a szállítási egység összeállításakor kell kiadnunk. A szállítási egység lehet akár homogén, azaz csak egyféle terméket tartalmazó, de lehet akár hetegorongén felépítésű is. Az SCC egy olyan szabványos azonosító szám, amelynek segítségével egyedileg tudjuk azonosítani az általunk kibocsátott minden egyes szállítási egységet. Például karton vagy raklapnyi áru. Az azonosító kulcs hossza mindig 18 karakter, és csak numerikus értéket tartalmazhat. Minden esetben, amikor új logisztikai egységet állítunk össze, a sorszám léptetésével új SSCC számot kell kiadnunk. A kiterjesztő szám az első szám elkülönítve kerül elhelyezésre, annak további karaktereitől. Ezzel az egy számjegyel meg tudjuk növelni a referencia szám tartományt. megtízszerezve annak ugye a kapacitását. Értéke ennek megfelelően 0 és 9 között változhat döntésünk alapján. A számsor utolsó karaktere egy ellenőrző szám, amely az előző 17 karakterből automatikusan következik. De már itt vagyunk, akkor nézzünk is bele nagyon röviden a műholdas nyomonkövetésbe, a GSM-be. A nyomonkövető rendszer alapvetően három lépést végez el. Műholdakkel össze meghatározza a járműbe beépített készülék pozóció, pozícióját, majd az adatokat mobil kommunikációra, tehát GSM használt földi rendszer továbbítja a szervernek. A szerver értékeli és megjeleníti a valós idejű adatokat. Akár 10 méter pontossággal meghatározható egy jármű helyzete. A felhasználó az interneten keresztül könnyen kezelhető egyszerű térképes felületen tudja megnézni az információt, vagy megtekinteni az információt. Előnyök, tehát ennek a rendszernek az előnyei. A rendszer használata jellemzően a cég és a tulajdonos érdekeit szolgálja, és általában azonnali megtakarításokat eredményez. A térképes felületen megjelenített járművek, eszközök elősegítik a vezetői döntéseket és értékeléseket. Az útvonal optimalizálásával hasznosabb munkaidő felhasználást anyag és energia megtakarítást lehet elérni. Hatékony kiegészítők, tehát számos kiegészítő eszköz beszerelésére is mód van, amelyek segítségével Fedélzeti számítógép közvetlenül tud kapcsolódni a szerverhez. Így ki kell nyerni az adatokat például a jármű sebességére vagy a raktér hőmérsékletére vonatkozóan. Az üzemanyagraktár a, ö, úgy, üzemanyagtartály, a, a, aktuális állapotát követő valós üzemanyagkontroll segítségével az esetleges megcsapolások egyértelműen kiszűrhetők. A kártyás sofőrözonosító rendszerrel szétválasztható a céges és magán úthasználat is. És nagyjából szerintem ez a tétel ennyi is lett volna, úgyhogy én elköszönnék tőletek további jó tanulást!